árnyék azért nincs nálam, vagy ha van, csak díszítő elemnek van, mert árnyék az én életemben nincs, csak fény. Az árnyékot kitöltöm fénnyel, van esetre, hogy 6-szor, 8-szor átfestek valamit, addig, ameddig eléri a szín azt a pasztát, hogy az alatta levő színek világítóvá legyen. Arra törekszem, a fehér is világítson, a sárga is világítson, ha egy sötétebb szín van, az se húzza le a mellette való világos szín. Azt is feltöltöm fénnyel. A Mátyás király háza színes fedéllel volt rakva, és én nekem az annyira tetszett, hogy 7 vagy 8 éves koromban lerajzoltam a Mátyás király szülőházát a fedelekkel. Emlékszem, hogy a kapuja, olyan nagy kaput csináltam, hogy a félház. Csodáltam a régi házakat. Úgy gondolkoztam, hogy ez többet ér, mert ez régi is, masszívabb is, és erősebb, és díszesebb. És nagyon szerettem a meséket világéletemben. Minden képem úgy van szerkesztve, hogy lehetőleg a mesevilághoz legyen közel, és nem a reális élethez, mert a reális élet az nem a művészet célja. A művészet célja felemelkedni a mindennapi nehézségeken, és valami olyant adni, ami több a reális életnél. A reális élet adva van. Ami ezen kívül van, az több. Beiratkozott Tasso Marchini a szép művészetére, eljött értem, és azt mondta, gyere, mert már egy hónapja rajzolunk. Ő 1914-ben Belgrádban a 12-ös huszárok, mint talán gyermeket hozták Váradra először, és onnan Kolozsvárra, itt vették több ferék, örökbe. Diviácki Rezső volt a rajztanárunk. Hát nagyszerű pedagógus volt, rendkívüli ember volt, és rendkívüli módon érezte meg a gyermekekben a hajlamot, hogy ki mire való.
a úgynevezett Belle Arte, a Malom utca bal oldalán, abban a nagy palotában volt, ahol most valami főiskola van. És ott fölkerestük pap Alexandrot, akit mindenki úgy hívott, hogy pap Sándor. Mert ő Pestről jött le, ő volt a budapesti iparművészeti főiskolának figurális előadó tanára és igazgatója. Egy nagy rangja volt ott, és ugyancsak igazgatónak hívták ide le Kolozsvára. Magyar felesége volt, szóval bementünk, jelentkeztem, kaptam egy utasítást, hogy Kattul Bogdán tanárúhoz menjek, és ott jelentkezzek. Ott jelentkeztem, láttam egy kicsi fiú, megsimogatta a fejemet, épp úgy, mint Diviácki. Nekem olyan bizalmam volt az első pillanatban Kattul Bogdánban, hogy az nekem szent volt az első pillanattól. Éreztem, hogy ez az ember jót akar. Nem kérdeztem, én nem tudsz románul. Egyébe se jutott. A többi talán mindenki tudott magyarul. Tasomáki, mint festő, és az olasz vénájával, amit magával hozott, egy rendkívüli volt, és senki ez az égvilágon nem hasonlított. A tanári kar egyáltalán magára hagyta, hogy ő fejlődjön az ő saját erejéből. Adtak tanácsot neki, ő Csupe Aurél növendék volt. Ládéa nagyon jól beszélt magyarul, adott tanácsot, de volt kinek. Mert a tanácsot csak annak lehet adni, aki érti. Aki nem érti, arról lehull, az hiába erőlködik. Nagy útja van annak, amíg én az első éven túlmentem, hogy egy becsületes rajzot megcsináljak, hogy azt mondja, na hála Istennek, hogy eljutottam idáig. Én látom az üres vásznon, felkelek, és ha én nem látom a dolgot az üres vásznon, akkor én nem fogok hozzá. Egyszer kipróbált engem Balázs Péter egy pár évvel ezelőtt, és azt mondja, Andorka, én látom, hogy te nem is nézel semmi felé, csak a vásznon is festel. És végignézte, hogy az üres vászon előtt én megkomponáltam mindent, tárgy nélkül, tárgyak ott élnek körülöttem. Tudom, hogy milyen formája van egy bokájnak, egy tányér milyen, és én megkomponáltam előtte egy képet, úgyhogy nem végleges rajzig, de állt az egész kompozíció. Ez úgy történik, hogy van egy felületem. Én fel vagyok töltődve, van két-három elképzelésem, hogy lebeg előttem, hogy mi az, amiről szeretnék beszélni. Én nagyon közel állok a népi motivumokhoz. Ha valahol látok egy olyan vázát, amiben csak egyetlenben egy motivum nem láttam eddig, akkor én azt magamnak lerajzolom azt a vázát, de nagyon vigyázok, hogy a motivumok igazak, eredeti, csak legfeljebb abban különbözik, hogy három motivum van egy vázára felrajzolva. Nem másolom le a falusi vázát, hanem azt a szép falusi vázát felhasználom a képembe, aszerint, ahogy adódik akkor, amikor én azt a kompozícióban felhasználom. Nagyon hajlamos vagyok, hogy kilépjek magamból, mégpen úgy, hogy a fizikai világot abban a pillanatban nem érzem, és kilépek magamból, és akkor elkezdem az én figurámat és a környezetemet úgynevezett díszíteni.
hajlamos vagyok arra, hogy festés közben szépítem, szépet mondok magamban, szépre gondolok, szép társulásokra emlékezem, és vigyázok arra, hogy nehogy beleessem abba a hibába, hogy az elmesélésemből egy durva, sáros és agyakban ragadt emberem legyen. Törtőiség abból adódik, hogy hajlamos az ember a szép felé nézni. És szinte merem állítani, hogy a női nem nagyon sok százalékban lebegő. Ha megy egy lány az utcán, tudja, hogy egy szép ruhában van, tudja, hogy egy jó cipő van a lábán, hogy igyekszik olyan szépen lépni, hogy ne essen ki, érzi, hogy harmonikussá kell, tegye önmagát. Az ember ránéz egy szép lányra, és egyszer azt látja, hogy felemelkedett előtte, felment, és észrevetted, hogy egy piedesztál tetején van. Én mindig előlegezem az én találkozásomat nővel, férfivel, előlegezem a bizalmamat, és nem kérdek semmit tőle, hogy ki vagy, ki voltál, hanem azt, amit én látok, és ha nem az, az nem lehet úgy csalni, hogy az az érzékenység, aki ezt figyeli az életben, hogy az ne vegye észre. És akkor nem szólok semmit, és megszűnik annyi az egész. Annyi emberben csalódtam, és annyi ember durván belém törölte a sáros cipőjét, lábát, és nem is gondolt arra, hogy esetleg én egy érzékenyebb ember vagyok, nem is kell ennyire durván nekem jönni, mert kevesebből is többet értek. Nálam csak fény. Úgy kell festeni, hogy ne vesszen el a lényeg soha. Hosszú idők teltek el, amíg nekem ez sikerült. Aztán a szín problémákról, arról talán alig lehet beszélni, mert ott olyan igényes vagyok, bocsánatot kérek, mert valószínű, hogy más is az, de olyan igényes vagyok, hogy mindig akartam egy tiszta, hófehér képet festeni, de ez nem sikerült, mert akkor nincsen benne konstrukció, és
nincs benne, mondjuk, hogy olyan szín, ami az életet tükrözi. Ez alatt azt értettem, hogy olyan világos képet vessek, ahol mondjuk, hogy éppen barna haj van, az legyen egyetlen, ami sötét. Tiszta színekről merek beszélni, és ez volt a legfontosabb probléma nálam, és ezt alig tudtam egy-két képnél elérni. Az egyik képem a Szép Iréne. Ez egy fehér blúzos kép, szőke hajjal, háttér függönyös, valamivel zöldesebb. ...1934-ben spanyol járvány. A második hullámban én keresztül mentem, és mind a két szemem chorioditis centralis gyulladást kaptam, és a bal szememet elveszítettem. Drága Fugolyán Katalin szemorvos teljesen díjtalanul kezelt, és akartam adni egy képet, és nem fogadta el, azt mondta, hogy képzelem én el, hogy ő egy ilyen nagy dolognál, amikor valaki, egy művész, hogy majdnem mind a két szeme rámegy, hogy akkor ő azon üzletet csinál. Aztán kérem szépen, ide jár legalább 10 olyan beteg, akinek megmondtam, hogy az injekciót annyit írok fel, hogy az én részemre is legyen, amivel engemet kezelt. Erre Tasso Marchini felment megkérdezni, hogy mi lesz velem, mert már egy éve elmúlt, és még semmit dolgozni nem tudtam. Minden nap kétszer jártam fel hozzá, és a végén még kísértek is, mind a két szememmel baj volt. És akkor Fugolyánhoz elment Tasso Marchini, és azt mondta, drága főorvosnő, mindentől tekintsen el, tőlem tessék elfogadni ezt a csendéletet, virágcsendéletet, azt mondja, a barátomért, akit ön olyan jó akarattal gyógyít, és hiszünk benne, hogy meg is gyógyul. És tőle elfogadta. És én később tudtam meg, mert egyszer Bevics megmutatta a falon lévő képet. És akkor azt mondtam, hogy a főorvosnő tőlem is fogadjon el egy képet. Ráérünk, azt mondja. 34-től 1942-ig kezelt. Két évig nem tudtam dolgozni, akkor hozzáfogtam ahhoz a képhez. Hármas kép, három lány van rajta. Irénke, a húgom és Mimi, Irénkének a nővére. De nagyon nehezen ment a rajz, mert amikor húztam egy vonalat a vásznon, hogy mélységben már kiestem, a látási mélységben, vagy a levegőbe húztam, vagy eltört a szemem. És három vonalat láttam. Én megmondtam Fugának, hogy mi van, aztán legyek nyugodt, azért azt mondja, egy vonal van ott. Nem baj, ha szoktatja magát, dolgozik, egy óránál többet ne dolgozzon. És olyan nehezen komponáltam meg, meg volt nekem egy kicsi skiccem, és arról, és félbe kellett hagyjam hónapokig. De mindig megpróbáltam, addig, ameddig halványom két vonalat láttam. Mikor az erősebbhez értem, hogy csak azt látom, akkor a gyulladásnak már vége volt. Nagyon keservesen tudtam megfesteni lelkileg, hogy én most már egy szemmel nézem a világot, és az az egy szemem is rokkant. De azért az a képen vidám maradt. Hát én úgy látok, ahogy látok. Ugye én foltokat látok, síkokat látok. Tudatomban van a mélység, az segít. De eleinte egyik tárgya másikra esett,
Természetes, hogy a vászonról nem esik le a tárgy, akár festve van, akár rajzolva van. Nagyon nagy dolog volt, amíg megszoktam azt, hogy a tárgyam feküsznek azon az asztalon, vagy ahova tettük. Mindig mondtam magamban, hogy a tárgyak nem szabad leessenek. Mindenfélét megpróbáltam, hogy visszakapjam az elfogadható, úgynevezett valószerűséget, és nem igyekeztem én soha arra, hogy valami extra különlegességet fessek. Ez nekem nem is volt probléma, mert ha behúnytam a szememet, még akkor is láttam, hogy mit akarok. Úgyhogy én tudtam, hogy kívül festettem absztrakt képet, és mindenki akkor felfigyelt, és én azokat nem tartottam meg, ez mind. Ahogy gyógyult a szemem és a látási viszonyom az egy szemmel, én azokat mindent a helyére tettem. Árnyék azért nincs nálam, vagy ha van, csak díszítő elemnek van az árnyék, és az ad egy variációt a felületnek azon a helyen, ahol az ő törvényes helye van. Az édesanyám egész kiskoromtól megérezte, hogy én esetleg valamivel több vagyok, mint a többi ember. Valamivel. A látási módom, óhajom és a érzelmi világom és az a világ, amit én látok, csak akkor lesz látható, ha azt én vászonra teszem. És ebben olyan nagy segítséget kaptam, mindenem megvolt. Ötön voltunk testvérek, most csak ketten vagyunk. A legkisebb gyermek a húgom, aki 30 éve elmúlt, hogy engem, mondhatom jól, hogy nevel is, gondoskodik rólam, mint egy édesanyja, örökölt az édesanyámnak a természetét, gondoskodását, figyelmét, kiterjed a figyelme mindenre, roppant fogékony és eleven, amit mondjuk egy férfi nem is gondol rá, ő azt már látja, tehát tud óvni, védni, mert nagyon rászorulok. Ő érzi, hogy én csak akkor tudok dolgozni, ha a házban nyugalomban. És ezt a nyugalmat szentségesen őrzi, de annyira szentségesen őrzi, hogy ez látható az én képeimen is.
Ez az emberi szerkezetében, születése pillanatában kell meglegyen az a vágy, hogy egy ismeretlen világ előtt állok, és abban én legyek egy nyugalom. De olyan nyugalom, és arra törekedve, hogy embertársamnak jót cselekedjek azzal, ha ránéz a képre. Szerettem volna, hogy a képeim klinikákra kerüljön gyógyító hatásként. Azt szerettem volna, de hát ez nem sikerült. Én az életemet úgy éltem le, hogy a sok szomorúság közt és nehézségek közt még mindig felsütött a nap nekem.